Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, ez pedig az Ultra külön kiadása. Itt vagyunk a Felvidéken, Köbölk úton, ahol egy nagyszerű közönségnek köszönöm. A mai előadóink pedig Nobrádi György biztonságpolitikai szakértő és dr. Robert C. Keszter biztonságpolitikai szakértő. Köszönjük. És mielőtt belevágnánk a mai előadásomban, néhány technikai információ. Egyrészt arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornákra. Nagy öröm számokra, hogy már több mint 168 ezer feliratkozó van, illetve köszönettel fogadjuk a támogatásaikat is, a két ennyi látható bankszerval, Szervol és PayPal-on keresztül, a támogatóinkban eltérjük a közönség találkozóink vágatlan felvételét, valamint reklámmentesen hallgathatják az Ultrahang podcastjét, és nagyon köszönjük a támogatásokat. Most pedig akkor jöjjön az előadás. Egy bevezető előadást kérnék pár percben a mai résztvevőtől. Világpolitikáról fogunk rögtön az elején beszélni, és 2024 márciusa van, egy nappal vagyunk a március 15-e előtt. Ugye a tavasz nagyon sok esetben átalakítja a politikai erőviszonyokat, átalakítja a világot. Most viszont, mintha azt látnánk, hogy csak rossz irányba alakulnak a dolgok. Kérdezném a tisztelt előadóinkat, hogy mennyire látják pesszimisten a helyzetet, és akkor Robert C. Kesztert kérdezném először, hogy így 2024 március idusán hogy látja a világot, mennyire kell felkészülnünk tartós élelmiszerekkel, vagy mennyire lehet esetleg enyhülés, tűzszünet, béke a különböző hadszíntereken. Na, abban kezdeném, hogy ezelőtt, tudom én, 30 kilóval, 40 kilóval, már nem is számolom, mikor leszereltem a hadseregből, és elmentem tanulni az egyetemre, akkor politológiát hallgattam, és keleti tanulmányokat, orientalisztikát, arab nyelv, tudom én, az iszlám vallása, ezek a dolgok, és emlékszem, az első óránk az iszlám vallásáról szólt. És utána rögtön a politológiából tanultunk politológiai elméleteket, a külkapcsolatoknak az elméleteit, és bevezették nekünk a legelső órán Fukuyamát. És így, hogy magyarázták Fukuyamának a tézisét, hogy a világ egy jobb irányba halad, és eljön majd a te országod, és meg lesz a te akaratod, és nem lesz háború, meg nem lesz semmi. Én elgondolkoztam azon, mintha már hallottam volna ezeket a dallamokat, és hol hallottam ezeket? Hát pont az előző órán ott, ahol az iszlám vallásának a bevezetőjét tanították, kezdték el tanítani nekünk. Most mit akarok ebben mondani? Azt akarom ebben mondani, hogy a progresszivizmus mindenképpen egy vallásnak indult, de egy teljes jogú vallása akkor vált, mikor lett egy teológiája is. Minden nyugati vallás, ennek keleti vallásokhoz nem értek, de minden nyugati vallásnak van egy ilyen iránya, hogy a Jézus második eljövetele, a Messiás eljövetele, tudom én, az iszlám világ vége víziója, és ez megvan a marxizmusnak is, amelyik szintén egy ilyen szekuláris vallás. És a progresszivizmus akkor vált világvallása, amikor Fukuyama megadta neki ezt a teleológiát, ezt, hogy a történetnek van egy iránya, és a történelem természetes végkifolyása az, hogy béke legyen a világon, úgy, ahogy a rabszolgasság, meg a párba is kimentek a divatból, a háborúk is ki fognak menni a divatból, meg a hatalmi viszonyok az államok között, és ez a fajta liberális internacionalizmus fog győzedelmeskedni az egész világon, és már csak a gazdaságról fogunk beszélni, gazdasági kérdések lesznek, nem lesznek politikai kérdések, és ez Fukuyama elméletének a lényege, ez a történelem vége elmélet tulajdonképpen, ami gyakorlatilag egy vallás. Egy vallás. És akkor láttuk, hogy akik igazán hittek benne, mind a két oldalról, a bal oldalon a liberális internacionalisták, Obama és társai komolyan hittek benne, és az ő eszközeikkel próbálták ezt megvalósítani, és a jobb oldalon pedig a neokonok, Bush elnök, stb. Szintén hittek ugyanebben a vallásban, szintén Fukuyama felé imádkoztak, nem Mekka felé, leborultak Fukuyama felé, és arra imádkoztak, és próbálták megvalósítani ezt a fajta dzsihádot, ezt a Fukuyama-féle progresszív dzsihádot, és gyakorlatilag erről szóltak az utóbbi évben. És láttuk, hogy fokozatosan, és ez itt az utolsó gondolat, láttuk, hogy fokozatosan ez az összes jóslata ennek a szekuláris vallásnak kezd összeomlani, a világ egyre kevésbé hasonlít
arra, amit Fukuyama megjósolt nekünk, hogy ez a természetes iránya a dolgoknak, és gyakorlatilag a mai világunk, és ez itt az utolsó gondolat, a mai világunk 2024. március 14-én sokkal jobban érthető szerintem Metternich számára, ha Metternich itt ülne velünk, sokkal jobban megérteni azt, hogy mit történik, mint hogyha Fukuyama úrat kérdeznénk meg, hogy te érted, hogy mi történik itt körülötted. Metternich pontosan megérteni. Köszönjük szépen, és akkor gördíteném is tovább a tanár úrnak, Nógrádi Györgynek azt a kérdést, hogy ön szerint ön mit szólt akkor, amikor Fukuyama azt mondta, hogy itt a történelem vége, és mi romlott el? Mi hibázott ebben a képen? Ő, kezdi sokan mi estét, egy-két megjegyzés, Mertert is. Ő egy osztrák arisztokrata, és állati értelmes, és megszerez minden információt, ami kell, hogy csajokon keresztül. Ki a legismertebb szeretője? Napoleon húga. A csaj ágyba mindent elmond. Tudom, hogy nem Metternich a téma. Második megjegyzés. Hát elnézést. Véget ér a napoleoni háború. Három ember köt békét. Sándor cár mögötte a hadsereg. Azt mondta, akinek nem tetszik, verje őt ki. A hadseregét gondolom, nehogy félreértsenek. A második, aki zseniális volt, a Stalin a vesztes. A harmadik, Metternich. Ott van Wellington, csodálatos katona, fogalma nincs a diplomáciáról. Ott vannak a poroszok, fogalmuk nincs a diplomáciáról, Metternich. 1848-ban elzavarják. X-edik feleségével, általában 40 évkor különbséggel nősült. És szegényen hal meg. Tehát amit elhangzott, egyetértek. Mi a probléma Fukuyamával? Leírja a vágyait. Elnézést kérek, hát ha önök elolvassák a rendszerváltások nagy könyveit, mindegyik egy vágyról szól. Paul Kennedy, nagyhatalmak tündöklése és bukása. Én most nem mondom el, én egyetemen tananyagát tettem a diákjaimnak, csodálatos a könyv. Kennedy, diplomácia, 500 évet elemeznek. De a jövőt senki nem találja el Fukuyamását, de meggazdagszik. A könyve világhírű lesz, csak nem jön be. Ha ezt téged kérdezzenek arról, hogy Fukuyamának nem jövök, de látsz-e olyat, van-e olyan a látókörödben, akinek viszont bejött a jóslata, csak kevésbé figyeltek rá? Ami Fukuyamát illeti, szerintem mindenképpen példát kell róla venni, mert remek karriert lehet csinálni egy tévedésből. Hát vannak, akik nagyon-nagyon igazuk volt, és szegényen haltak meg, mint egy Mihály, ebben Fukuyama csodálatos karriert csinált, abból, hogy marhára nem volt igaza. És hogyha a Fukuyama elméletével versengő elméleteket vizsgáljuk, akkor két ilyen elméletet találunk. Az egyik elmélet az Huntingtonnak az elmélete, ami a civilizációk háborújáról szól. Ez már sokkal közelebb áll a jelenlegi valóságunkhoz. Ha megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag az orosz birodalom és vele a keleti kereszténység áll nagyjából háborúban a nyugati kereszténységgel, most Ukrajnában, én nagyon durva általánosítással. Van egyfajta sorlódás az iszlám és a kereszténység között is, látjuk ezt a migrációs hullámot Európában. Ugyanakkor Huntingtonnak a kritikusai azt mondanák, hogy a valódi háború az ott zajlik le az iszlámon belül. Tehát az iszlámnak nem csak a határai véresek, hanem amit látunk, az egy több évszázados polgárháborúja az iszlámnak. Tehát kicsit egy olyan helyzetben van most az iszlám, amilyen helyzetben a kereszténység volt mondjuk a 30 éves háborúk alatt, és mi ennek inkább csak a repeszeit kapjuk el, a teli találatok azok ott csapódnak be a civilizáción belül. Tehát ott van Huntingtonnak az elmélete. És a másik ilyen híres elméleti szakember John Mearsheimer, bérbeli antiszemita, ugyanakkor egy nagyon-nagyon fontos elméleti szakember a nemzetközi kapcsolatoknak, és én azt hiszem, hogy a világ, amiben élünk most, sokkal inkább hasonlít Mearsheimer világához, mint akár Huntington és akár Fukuyama világához. Tehát az már teljesen biztos, hogy Fukuyama országa nem fog eljönni, és azt csak remélhetjük, hogyha már vágyakról beszélünk, hogy a tanár úr említette, csak remélhetjük azt, hogy Huntingtonnak az elmélete nem fog megvalósulni, és nem fogunk látni egy óriási világháborút, ahol az iszlám, a konfuciánus nagyhatalom Kína és a keleti kereszténység áll szemben a nyugati kereszténységgel. Még bekövetkezhet, reméljük, hogy nem jutunk oda. Követi az említett úriemberek. Ez egy állati érdekes dolog. Több megjegyzésem van. Egy, én nagyon örülök, hogy a Kaskel úrral életemben harmadszor szerepelek, fölkészült, értelmes, komolyan. Egyszer egyébként.
akkor ne egyszer, bár mondanék hármat, akivel sokkal inkább szerepelnék, és a szemében mondom, Claudia Schiffer, Naomi Campbell és Sophie Marceau, bármelyiket. Ha meghívják ide, az úti költséget vállalom. A második megjegyzésem az, hogy valóban rengeteg ideológiai beszélgetés van, de ma tényleg mások. Én két napig el voltam most Tamással, tegnap este mentünk haza. Én egész délelőtt azt olvastam, hogy két nap alatt mi minden történt. Dánia, kötelező katonai szolgálat 4 hónapról 11 hónap, Németország. Szállítjuk vagy nem szállítjuk a megfelelő lövegeket, 500 km hatótávolságú rakétákat, tauszokat Ukrajnának. Ebből parlamenti ülés lesz. Egyesült Államok. Indítom a félhülye Biden, igen vagy nem? Elvileg igen. Gyakorlatilag leváltom augusztusban a konvenciót, igen vagy nem? Elképesztő rengeteg dolog történik. Itt elhangzott az iszlám világ. Jemen bombázása. Mit értem el vele? Közel-keleti háború. Izrael most vállalta, hogy a Rafah és környékén lévő palesztinoknak szárazföldön, vízen, légi úton élelmiszert és egyéb csomagokat szállít. És nagyon nehéz ezeket elméletekbe betenni. Én két napon át orosz elméleteket olvastam. Baromi érdekesek. Aki az orosz elméletek legismertebb alakja, őt föl akarták robbantani, lánya szállt be a kocsiba, őt robbantották föl. Franciaország, Szíre lép Macron. Olyan feltételekkel, amelyek kizáróak. De Szíre lép és követeli a NATO beavatkozást. Tegnap Johannes Román államfő bejelentkezik NATO főtitkárnak. Észt miniszterelnök mit mond? Nő vagyok, angolul tudok, határállam miniszterelnöke vagyok, én akarok NATO főtitkár lenni. Von der Leyen nem lehet NATO főtitkár, mert a német kancellár megvétózza. Tehát annyi minden történik 24-48 óra alatt, hogy egy picit veri az elméleteket. Nagyon fontosak az elméletek. Én írtam könyvet Kissingerről, fél év alatt 3 kiadást ért meg, egy darabon van nekem otthon, majd szólok, hogy adják ki újra. Állati érdekes, de Kissinger fölött is eljárt az idő, Brzezinski fölött is. A harmadik nagy amerikai elméleti szakértő Szukrov, senki nem hallott róla, elnökök nemzetbiztonsági főtanácsadója, csak nem szerepel a tévékbe. És aki nem szerepel a tévékbe, megírhatja a világ legjobb könyvét. Mondok egy példát, Kohl biztonságpolitikai főtanácsadója volt Horst Telcsik, imádom, vele vacsoráztam. Senki nem hallott róla, mert a Genscher szerepel, ilyen világban élünk. Kérdezem, hogy szól a mikrofonom rendesen, vagy csak én hallom minden második és csak minden második szavamat? Én körülbelül igen. Olyan, mint a régi háborús filmekben, a térhangosítás. A Szabad Európa Rádió, amik az újra hangnak is néha olyan a hangmintasága, hogy végül is legyen. Cseréljük mikrofont esetleg, vagy... Akkor átveszem a műsor vezetését. Addig kérdezz nyugodtan a Robitól. Akkor egy kérdésem van. Mi az újság a fronton? Tehát mi történik Rafah környékén? Mi a mostani helyzet? Köszönöm. Hát ami a harci helyzetet illeti a Közel-Keleten, ezt különböző frontokra lehet felosztani. A háborúnak gyakorlatilag a köldöke. A gázai fronton azt látjuk, hogy Izrael behatolt az októberi támadás után 3 héttel körülbelül 4 hadosztállyal Gázába, és a Hamasznak a 24 zászlóaljából sikerült megsemmisíteni, vagy felőrölni 18-an. Tehát maradt körülbelül 6 zászlóalj, és az amerikai politika ebben a pillanatban közbelépett, és egy sokkal lassabb, és egy sokkal megfontoltabb harcmódorra kényszerítette Izraelt, és mivel tudjuk, hogy a háború nem egy öncélú foglalkozás, hanem a politikai céloknak a kiszolgálását szolgálja, kénytelenek vagyunk meghajolni az amerikai akarat előtt, és abban a ritmusban folytatni a táncot, ahogy az a Biden adminisztrációnak megfelel. Ez a kis nemzeteknek a sorsa, ezt gondolom Magyarországot nem kell magyaráznom, ugyanához a táborhoz tartozunk. A probléma az, hogy Gázában még mindig ott van 134 plusz csecsemők, idős emberek, tinédzser lányok, most mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mi történik ott velünk. Tehát olyan képek, amiket most nem akarok visszatérni rájuk, a tatárjárás alatt láttunk. És látjuk azt, hogy igen szomorúan konstatálom azt, hogy az amerikai politika mennyire önmaga ellen dolgozik, mennyire nem képes előrelátni a saját cselekedeteinek a következményeit. Példa erre,
mikor az amerikai elnök kijelenti azt, hogy már pedig nem lesz izraeli akció Rafahban, és akkor hirtelen összeomlik a TUSZ csere ügylet. És vajon miért? De azért, mert nincs katonai nyomás a Hamaszon, akkor semmi okuk nincs rá, hogy ezt ne húzzák el 5-6 évig. A TUSZ-ok náluk vannak, nem náluk. És akkor az amerikaiak néznek, bocsánat, mint az EU-nok a pornómoziban, és nem értik, hogy mi történt. Miért? Hogy a Hamasz, amelyik olyan jól kooperálta az első TUSZ csere akció során, most nem akarnak kooperálni. Miért? De azért, mert levetétek a katonai fenyegetést az asztalról, Rafahban. Ilyen egyszerű. És akkor most próbálnak utóvétharcot folytatni, most próbálják megváltoztatni a narratívát. És egy hasonló amerikai vakságot látunk az izraeli belpolitikával kapcsolatban is. Tehát látjuk azt, hogy a helyet, hogy azon iparkodnának, hogy a Hamas kormányát buktassák meg, azon igyekeznek, hogy az izraeli kormányt buktassák meg. És tettek egy sor olyan lépést, ami ahelyett, hogy megerősítette volna az alternatívát jelentő centrista tömböt, a tömb széteséséhez vezettek, és hogyha eddig 64 mandátuma volt a jelenlegi kormánynak, most 68 mandátuma van. Most ezeket nem kár örömmel mondom, ezeket a dolgokat font ellenkezőleg, ezek döbbenettel és hihetséggel mondom ezeket a dolgokat, mert arról a hatalomról van szó, amelyiknek bizonyos ráhatása van a világ menetére globálisan. Se Kínának, se Oroszországnak nincs globális ráhatása, globális befolyása a dolgokra, ez legyetek globális hatalom, és ha látjuk ezt az ostobaságot, nem tudok más kifejezést használni, ahogy az ügyeiket intézik, ez egyszerűen elborzaszt engem. És engedelmükkel, most nem megyek bele a különböző harccselekményekbe, ebbe a menekült táborba, abba a faluba, abba a városba, azt hiszem, hogy ez teljesen mellékes, azt hiszem, mindannyian orvérzést kaptunk már az unalomtól, az ukrán fronton, a különböző szláv helynevektől, nem hiszem, hogy lenne értelme most különböző arab helynevekbe belegonyolódni, mint majom a Hozendrágerben. Köszönjük szépen, és hogyha már így kaptál kérdést a tanár úrtól, akkor kérdezem, hogy neked van-e kérdésed a tanár úrhoz? Igen, se azt szeretném kérdezni a tanár úrtól, hogy fog kinézni Európa az Európai Unió után. Ez egy jó kérdés, több megjegyzésem van. Amit a Castell úr elmondott, döntően egyetértek. Talán lesz idő egy kicsit majd erről beszélni. Európa. Elnézést. Európa elkezdi az első és második világháborút. Ettől kezdve Európa nem globális játékos. USA. Első világháború végétől adósból hitelező állam lesz. De Európából a háború után a csapatait kivonja. Második világháború. USA itt marad. Hogy hol van ma a legnagyobb amerikai bázis USA-n kívül? Németországban. Hol tartják a Ukrajnát megsegítő országok fórumát? Németországban lévő legnagyobb amerikai katonai bázison. Ki elnököl? Austin amerikai védelmi miniszter, Európai Unió. Nem térek rá az alapító atyákra. A kérdés jó. 57-ben Rómában találkozik 6 ország, Benelux, Francia, NSZK, Olasz, és létrehozzák az Európai Unió jogelőjét. Csodálatos. Ez egy gazdasági együttműködés. Mára ez a szervezet a szétesés szélére került. Évtizedek óta az Európai Unióban van egy alapdilema, bővíteni vagy elmélyíteni, és erre az unió válasza mindig az volt, hogy bővíteni. Mi a probléma? Brexit. Attól kezdve, hogy a britek kiléptek, Európa nem kapja meg az 5 szem USA, Kanada, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland hírszerzési adatait. Ettől kezdve Európába a 3 vezető lecsökkentettőre, francia, németre. Adenauer óta először most van 3-párti német kormány, és a működésképtelenség szélén van. Nagyon nehéz Németországban rendkívüli választásokat írni, mert a német törvények a Weimari köztársaság tapasztalata alapján azt mondják, csak új kancellárral lehet a régit megdönteni. Tehát először kell új kancellárt választani, utána lehet a régi kormányt lemondatni. Ez szinte lehetetlen. Tehát a válaszom az, hogy az Európai Unió tényleg a szétesés szélére került, de hogy mi lesz azután, az katasztrófa, mert az európai ellentétek föl fognak erősödni. Visszadoblám a kérdést akkor, Rómertnek, hogy te onnan a közel-keletről hogy látod Európa jövőjét, akár az Európai Unió nélkül? Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió egy zseniálisan jó ötlet volt, mert teljesen egyetértek a tanárúrral, nagyon jól indult, nagyon rossz irányba ment el. Tehát én azt hiszem, hogy
van itt egy gyakorlatilag egy emberi gyarlóságon csúszik el az egész. Az az elképzelés, hogy az az időszak, az a kor, amiben mi élünk, az egy nagyon-nagyon különleges kor, és se előttünk, se utánunk nem volt még egy ilyen különleges kor, és mi sokkal okosabbak vagyunk, mint azok, akik előttünk voltak, vagy azok, akik utánunk jönnek. Ez a fajta narcisizmus készteti ezek azokat a politikusokat, akik ezt az uniót a kezükbe kapták, ahelyett, hogy azon munkálkodnának, hogy egyszerűen nem kell menni sehova. Tehát nem kell se visszafele menni, nem kell előre menni, hanem tovább kell építeni azt, ami van. Tehát én azt hiszem, hogy a progressziónak, a haladásnak az erőltetése minden áron, ez egy ilyen, megint visszatérek ahhoz, amit az előbb mondtam, Fukuyamáról, egy ilyen messianisztikus, egy ilyen messiás váró, egy ilyen messiás sürgető ambíció, ami mögött aztán rengeteg cinikus gazdasági érdek rejlik, de most erről nem beszélnék, hanem beszélnék csak arról, ami a felszínen van. Tehát látjuk ezt az ambíciót, és ez a fajta türelmetlenség az, amelyik szétszedi tulajdonképpen ezt a birodalmat. Tehát láttuk azt, hogy Belgium 200 év alatt nem volt képes a két etnikai csoportból egy belga népet kreálni. Most akkor az az elképzelés, hogy 20 nem tudom hány nép néhány évtized alatt meg fogja tenni azt, amit Belgiumban két etnikai csoport nem tudott megtenni 200 év alatt, szerintem ez egy igen arrogáns feltételezés, és én azt hiszem, hogy sokkal-sokkal több szerénységgel kellett volna ehhez a projekthez hozzányúlni, és sokkal-sokkal több türelemmel, tehát több évszázados perspektívában kellett volna gondolkodni, csak erre senkinek nincs türelme. Mindenki valaki akar lenni, mindenki be akarja írni a nevét a történelembe, mindenki meg akarja váltani a világot, és azt hiszem, ez talán az Európai Unió tragédiája. Nekem ez a közel-keletről nagyon-nagyon így tűnik, és nagyon emlékeztet a régi kommunista ideológiának a türelmetlenségére, vagy éppen a militáns iszlamnak a türelmetlenségére. Két megjegyzésem, hogy ilyen Belgium állati érdekes. Én ezzel foglalkoztam nagyon részletesen. Honnan szakadt ki Belgium? Hollandiából. Mi a probléma? A Pécsi kongresszus aláírói elfogadják, vagy nem? Ki nem fogadja el? Az orosz cár. Mit mond? Csapatokat küldök. És akkor színre lép Talleyrand. És bejelenti, hogy elismerik Belgium függetlenségét. Mit mond a orosz cár? Ha Talleyrand elismeri, akkor az országnak van létjogosultsága. Egyébként, amit elmondtál, hogy a két ott lévő nemzet nem tud kijönni egymással, ez máig igaz. Hihetetlen érdekes. Ehhez jön még egy pici német kisebbség Belgiumba. Nagyon nehéz a belga helyzet, és hát az Európai Unió nemzetekkel nem tud kijönni, ez is igaz. Visszatérve, tényleg minden nemzedék azt hiszi a történelemben, hogy mi vagyunk a történelem csúcsa. Persze, hogy nem igaz. Én azt tanítom évtizedek óta, hogy az emberi történelmet a 3 P betű viszi előre, ezen kívül semmi. Ebből a pia perifériára került, a pénz kult szerepet játszik, a harmadikat elfelejtettem. Mehetünk tovább. És akkor itt csapolnék vissza arra a 2005-i gondolatra, ami szerint ma már annyira változik a világ, hogy nem feltétlenül az elméletek és az elvek alapján szerveződik, hanem valami más logika alapján. Felvenül, hogy ez a logika, ez a túlélési ösztön, győzelmi ösztön, vagy a pragmatizmus, vagy mondjuk akár Európa esetében, és időnként a nyugati világ bizonyos szegmenseinek esetében a hülyeség. Robi, te hogy látod, melyik? Azt hiszem, hogy erre a fejlődési pszichológusok feleségem azt mondaná, hogy van 3 alapért. Először is tennék egy lépést hátra engedelmünket. Tisztába kell lenni abban, hogy az intellektusunk talán fejlődött, de az érzelmeink nem fejlődtek. Tehát az érzelmeink szempontjából pont ugyanott parkolunk, mint ahol az ősember parkolt, nem találtunk fel újabb érzelmeket. Újabb érzelmeket nem találtunk föl. És van a 3 alapérzelem, ami a csecsebőknél észlelhető, Skinnernek a híres kísérlete, amikor elment egy bölcsödébe, és látta, hogy gyakorlatilag 3 alapérzelem van egy most született csecsemőnek a szintjén, az egyik a szeretet, a másik a félelem, és a harmadik a düh. És én azt hiszem, hogy ez a 3 dolog, tehát ez kísérletekkel ott igazolja, hogy mit csinált a csecsemővel, hogy levette az anyának a melléről, és akkor látta, hogy dühös, földobta a levegőbe, látta, hogy fél a csecsemő, és mikor az anyát megölelte a csecsemő, látta, hogy mennyire örül. Tehát ez a 3 alap dolog, gyakorlatilag ebből a 3 alapszínből keverünk ki mindent, ez a híres Skinneri elmélet, és azt hiszem, hogy ennek a tükrében vizsgálni a,
a világpolitikának a működését, azt hiszem nem egy rossz perspektíva, mert gyakorlatilag emberekből áll a dolog, még akkor is, hogyha az államok szintjén vizsgáljuk a nemzetközi kapcsolatokat, gyakorlatilag emberek csinálják. Tehát nem, egyelőre még nem a mesterséges intelligencia. És látjuk ezt a három mozgatóló volt, a szeretetet, a dűt és a félelmet, és azt hiszem, hogy a három közül talán a félelem a legerősebb. Tehát ez az a félelem, az az érzelem, amelyik lehetővé teszi, hogy a génjeinket továbbadjuk a következő generációra. Tehát azok, akiknek deficitük volt a félelemben, azok már rég nincsenek velünk, már rég kiiratkoztak ebből a génklubból, aminek a tagjai vagyunk, és azok, akik a legparanoidabbak voltak, és a leginkább hallgattak a félelem szavára, azok éltek túl, hogy továbbadják a génjeiket, és az ő leszármazottaik vagyunk. Tehát én azt hiszem, hogy ha van egy érzelem, amelyik a világot mozgatja, az elsősorban a félelem. A tanár urat most nem kérdezem meg, hogy hány százalék benne a szeretet és mennyi a félelem, hanem arra lennék kíváncsi, hogy szerint, ha megnézzük a három globális játékost, amit a tanár úr mindig volt, Kína, Oroszország, USA, akkor melyiknek van reálisan a legnagyobb félnivalója, és melyik fél a legjobb az? Baromi jó kérdés. Mind a háromnak van félnivalója, és mind a három fél, de máshogy. Az Egyesült Államok évtizedek óta a világ vezető hatalma, de helye, szerepe csökken. Mik az amerikai dilemmák? Meddig lesz fehér többség? Nincs válasz. Meddig lesz a világ első GDP-je az USA? Pár éven belül Kína lehagyja. Nincs válasz. Egyesült Államok. Ma két totális atomhatalom van, USA, Oroszország. Kissinger mit mondott, hogy az alapvető amerikai stratégia oroszkori Szovjetunió és Kína egymás elleni kijátszása? Mit mond Szezsinszki? Ugyanezt. Mit mond a mai amerikai vezetés, hogy két ellenségen van, Kína és Oroszország, a kettőt összehozta. Arom érdekes az egész. Kína számára Oroszország egy rendkívül komoly dilemma. Mi a dilemma? Tessék mondani, Oroszország, ha mellettem áll, akkor én az amerikai nukleáris potenciált egyenlítettem. Mi a második? Én, mint Kína, a mai világrend létrehozásában nem vettem részt. Én, mint Kína, el kell, hogy döntsem, hogy Tajvánt foglalom el, vagy Szibériát. Mi a mai kínai dilemma? Én írom most a következő könyvet, a Merkel könyv már nyomdában van, a világpolitikáról. Mi a kínai dilemma? Két esetben viselek háborút 24 órán belül. Ha az USA elismeri Tajván függetlenségét, vagy ha Tajván kikiáltja saját függetlenségét. Ki fél? Mindenki. Állati érdekes. Kína. Hát Szibéria lakatlan terület. Most nem menjünk bele, hogy egy kontinensi területen hány millió ember él. Gyakorlatilag lakatlan. Mi a félelem? Az orosz félelem, hogy elveszti Szibériát. Az orosz félelem az, hogy ellene egy olyan koalíció létrejön, mint jó párszor a történelemben. A kínai félelem az, hogy a környékén gyűlölik. De Kína ettől független megy előre is foglalja el a szigeteket. Tehát nekem a problémám az, hogy nincs stabilitás. És itt elhangzott néhány elmélet. Én egyet hagyd mondjak el. Egy amerikai prof 1962-ben is mérre a Tamással jó párszor beszélgetünk, úgy hívják, hogy Herman Kahn. Írt egy könyvet, az a cím, hogy eszkaláció, amelyik arról szól, hogy a jó szomszédi viszonyból, ami a nulla pont, hogy jutok el a totális megsemmisítésig, ami a 44. pont. És én nagyon sokat gondolkodom, hogy ma az emberiség hol tart, és szerintem a 30-valahányadik pontnál. És megyünk befelé a konfliktusba, és nem kifelé jövünk. A Verekedő hegyek között című közös könyvünkben Robert C. Kesterrel van egy olyan mondat, mert ugye abban Robert C. Kesternek 77 jó tanácsa olvasható a világnak, de bejtásod, és nem fogom szóra-szóra idézni, de valahol így szól az egyik ilyen bölcsesség, hogyha félünk, akkor nem jó dolog a sötétben kiabálni, meg valahogy így van, nem tudom most pontosan, de hogy azt, kicsit azt érzékelem, hogy miközben még látjuk, hogy a nagyhatalmak félnek, a nagyhatalmak területén jelenleg kevés, vagy egyáltalán nem látható fegyveres konfliktus. Viszont akár a Közel-Keletet megnézzük, akár Ukrajnát megnézzük, akár Afrikát megnézzük, mindenhol azt látjuk, hogy hát szinte lángba borultak ezek a térségek. Lehet azt mondani, hogy ezek a nagyhatalmak a félelmüket kivetítik ezekre a területekre, és tulajdonképpen a saját félelmüknek a megnyilvánulása az, amelyek ezekben a kisebb hatalmakban, vagy érdekszférákban zajlanak? Úgy gondolom, hogy van itt egy történelmi mintázat, és hogyha megvizsgáljuk a Római Birodalomnak a súrlódásait Perzsiában, a pártusokkal, a kor másik nagy birodalmával, akkor gyakorlatilag így zajlottak le
a világháborúk, annak a világnak a világháborúi. És hogyha elolvasok Tükididésztől a Peloponészoszi háborúkat, ott is volt egy világháborúja a görög világnak, Spárta és Atén között, ott is nagyon-nagyon igyekeztek ezt a háborút a csatlós államaiknak a területén megvívni. És a birodalmi logika azt mondja, hogy a szövetségeseidet, a csatlósaidat erősítsd meg, támogasd őket, mert ők fognak harcolni, érted? Mert ha nem az ő területükön fog folyni a háború, akkor hol fog folyni? A te területedben. Akkor jött egy amerikai zseniális elnök, amelyik ő gyakorlatilag egy üres hely. Egy semmilyen tartalma nincs, Barack Obamára gondolok, tehát egy teljesen egy hámozott léggömb az illető, inkább egy szimbóluma egy egész generációnak. Megint csak azt tudom mondani olyan generációnak, aki azt hiszi magáról, hogy ő okosabb, mint az összes többi generáció, ami eddig élt, és olyan forradalmi ötletekkel jönnek, hogy próbáljuk meg az ellenségeinket támogatni, és a szövetségeseinket meggyengíteni. És az egyik első döntése Barack Obamának az volt, hogy visszaküldte a briteknek Churchillnek a mellszobrát, mert ő gyarmatosító. Mert nyilvánvalóan összetépte a babaruhát Izraellel is, tudjuk, hogy milyen volt a kapcsolata Magyarországgal. Tehát látjuk ezeket a dolgokat, és gyakorlatilag az Egyesült Államok igen hosszú időn át, és a mai napig is folyik ez a dolog, gyakorlatilag szembe ment a birodalmaknak az egészséges paraszti eszével. Tehát megkérdeztünk volna egy római katonacsászárt, hogy hogyan kell ezekkel a kliens államokkal, mint Magyarország, mint Izrael, mint Lengyelország, hogyan kell viselkedni velük szemben, hogy hogyan kell őket irányítani, akkor azt mondta volna, hogy persze, támogatjuk őket, hogy az ő katonáik essenek el a háború, hogy ne kelljen római légiókat küldeni, hogy ők hívják meg a háborúkat az ő területüket, mi a magunk részéről megpróbáljuk támogatni őket. És láttuk, hogy felnőtt egy generáció Amerikában, akik hülyeséggel jöttek ott, hülyeségekkel töltötték meg otthon a fejüket a progresszív szüleik, akik a 60-as években voltak hippik a tüntetéseken, elmentek az egyetemekre, hülyéktől tanultak hülyeségeket az egyetemekkel, és akkor ezek az emberek vezetik bizonyos szinte mind a mai napig sajnos az Amerikának a kül- és a biztonságpolitikáját is. És ez egy iszonyatosan félelmetes dolog. Iszonyatosan félelmetes dolog, mert ezekkel a tévejgőkkel szemben kőkemény realisták ülnek Kínában, Oroszországban, Iránban, Észak-Koreában, ott ezek az államok nem tudták megengedni maguknak, hogy hülyeségeket tanítsanak a diákjaiknak, vagy az elit, a következő elitnek. Tehát azt látjuk, hogy egy morálisan és a világ felfogásában tévejgő amerikai elit áll szembe egy éhes és kőkeményen realista és tisztánlátó rabadozó hadában, mondjuk úgy, Oroszországon, Kínán, Iránon, Észak-Koreán, és további államokat is lehet sorolni ezeken keresztül. A tanár úr közben kért egy kávét, ez azt jelenti, hogy fel akar zárkozni a Robi Erte, aki állandóan kávét iszik. Nem tudom, hogy most hogy állsz vele, Robi, ehhez a tempóhoz. Letettem a kávét, köszönöm az újabb rossz indulatú megjegyzést, rendben van. Ezzel együtt akkor én most azt kérdezném, hogy azt látjuk, hogy vannak, akik arról beszélnek, hogy ez már tulajdonképpen egy világháború, vagy egy világháború kezdete. Ugye ott van egyrészt az orosz-ukrán front, ott van a közel-keleti front, Afrikában sem egyszerű a helyzet, és a migrációs nyomásról még nem is beszélünk. Ott van a balkáni helyzet, tehát ha végignézzünk a világban, számos gócpont van, ezek közül több már belobban, több belobbanhat, és akár össze is érhet. A kérdésem a tanár úrhoz, hogy ön szerint ez egy világháborús hangulat, vagy egy hidegháborús hangulat, és akár ez megmaradhat, ez az egész jelenlegi világkonfliktus, egy hidegháborús hangulat. A válasz az, hogy lehet játszani a szavakkal, de a világháború szélén vagyunk. Elnézést, hát ha megnézem a Macron tervét, hogy küldjünk NATO csapatokat Ukrajnába, ez a harmadik világháború előszele. Én jelezni szeretném Európában, még egyszer, Európában 4-5-6-szoros NATO fölé van Oroszországgal szemben, haditengerészetben, légierőben, szárazföldi csapatokban. Nem tudom, hogy miről beszélünk. Az, amit Robert mondott, teljesen igaza van, de néhány megjegyzés. Egy kulcstartóér. Tessék mondani, melyik volt a történelem első háborúja, ahol a jobb hadsereg vesztett és a jobb gazdaság nyert? Melyik háború volt? Jelentkezni? Első. Ki mondta? Ő nyert. Az észak-dél háború 1861-65 közt, ahol sokkal jobb volt a déli hadsereg, de északnak volt ipara, és az ipari fejlettséget átváltotta a hadiparba. Persze. A két világháború állott érdekes. Gratulálok, tapsoljuk meg.
Több. Önt szólítottam föl, tehát a félkúst tartott, majd utána kérem. De állati nehéz lesz. Hát óriási irodalma van. Hogy mit mond Hitler 39-ben? A Kiel 1944-ig hívom a háborút. Volt Hitlernek egy ipari minisztere. Hogy hívták? Ki mondta? Második kúst tartó. Gratulálok. És a német hadipar 1944-ben megy föl a csúcsra, de 45-ben Németország veszít. Nincs időm belemenni elméletekbe. Az első világháborút a mai történészek szerint Németország jó párszor megnyerhette volna. A második világháborút egyetlen esetben, ha Dönker után Nagy-Britannia hajlandó lett volna fegyverszünetet és béket kötni, Churchill erre nem volt hajlandó. Itt elhangzott Churchill kritikája, persze, hogy igaz a Rupertnek. Tehát ő egy birodalomnak volt a miniszterelnöke. Mit mondott? Nem az életem ő felség első minisztere, hogy asszisztáljak a brit birodalom felosztásánál. Zárójel. Az USA odaadja az első támogatást Nagy-Britániának is. Mit kér cserébe? Az összes brit szigetet, ami az Atlanti-óceán északi zónájában van, és ezek attól kezdve amerikai tulajdonok. Tehát állati érdekes, hogy hol az önzetlenség határa. Itt elmondott az, hogy mindenki a helyetteseivel harcol. Persze, tessék szeselni, megnézni a mai oroszok rá háborút. Az Egyesült Államok nem avatkozik be, embargók sorozatát rendeli el, ezzel baromi sokat árt Oroszországnak, nem annyit, hogy összeomoljon, és baromi sokat árt Európának annyit, hogy az USA fölénye vele szemben növekedjék. Robert, te is hogy látod, hogy a harmadik világháború küszöbén vagyunk, vagy hogy a harmadik világháború szélén táncolunk? Három megjegyzést szeretnék tenni ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy tényleg ez itt az alapvető kérdés, hogy most egy hosszú idegháború fog következni, vagy pedig a harmadik világháború. És én ezzel kapcsolatban először azt szeretném elmondani, hogy a hidegháború bármikor egy harmadik világháborúban vált volna. És hogy ez nem történt meg, ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy olyan politikai vezetők ültek a döntéshozók pozíciójában, akik a zsigere, a csontjaiban érezték a háborúnak a rettenetét. És ezért tisztában voltak abban, hogy mennyire óvatosan kell kezelni ezeket a nagy szólamokat, amiket most Macron úrtól hallunk, meg a lengyel miniszterelnöktől hallunk. Ezek nagyon-nagyon veszélyes dolgok, és bármikor ezzel alatt, ahol sok évtizedes hidegháború alatt belecsúszhatunk volna egy világháborúba. Ez az egy első dolog. A második dolog az, hogy az igazság az, hogy nem tudjuk. A második világháború hogy kezdődött? Kezdődött egy sor lokális háborúval, és ezek szépen lassan összeértek, és lett belőlük egy globális háború. Tehát, hogyha megvizsgáljuk a 30-as éveket, vagy talán a 20-as évek végét, a 30-as évek elejét, akkor látunk egy sor háborút, de még nem látjuk ezt a törésvonalat, mondjuk ugye a demokráciák meg a diktatúrák között. De ez később alakult ki ez a dolog. Tehát hosszú ideig Mussolini szövetséges volt, és a Szovjetunió pedig ellenség volt. Tehát még 1940-ben is a franciák és a britek expedíciós sereget akartak küldeni Finnországba a Szovjetunió ellen. Tehát ezek a háborúk, a második világháborúnak ez a teljes globális logikája később alakult ki. De nem kizárt, hogy most pont abban a stádiumban vagyunk, hogy megvannak már ezek a lokális háborúk, van egy lokális háború Ukrajnában, van egy lokális háború, vagy több lokális háború a Közel-Keleten, van egy feszültségi góc Tajvan környékén, van egy másik Észak-Koreában, és van az ötödik ilyen feszültségi góc az iszlám állam, az újra fölemelkedő iszlám állam körül, és nem kizárt, hogy egyszer ezek a foltok össze fognak érni. És a harmadik dolog, amit szeretnék megjegyezni, hogy én jobban hittek mindenkit attól, hogy arra támaszkodjon, hogy a NATO háromszor olyan nagy, mint Oroszország, meg tudom én, több repülőgépben van, több tankja van, vannak magyarországi jellemzők, ezt úgy ha éjjel kettőkor felébresztik őket, akkor így csípőből ki tudják vágni ezeket a statisztikákat. És akkor ebben a kapcsolatban szeretném föltenni a kérdést, hogy a Vietcongnak mekkora volt az egyfőre első nemzeti jövedelme? Vagy a taliboknak hány harci repülőgépe volt? És hol van most az Egyesült Államok? Ott van Észak-Vietnámban, ott van Afganisztánban? Irakban még ott van, mondjuk úgy. Tehát általában a
ezek a szandálos, turbános tevehajcsárok azok, akik leszoktak győzni a birodalmakat, a római birodalomtól kezdve egészen az amerikai birodalomig. Tehát én óvaintek mindenkit attól, hogy ezek mögé a statisztikák mögé bújjon. Én azt hiszem, hogy ha nem leszünk hajlandóak harcolni a világunkért, akkor teljesen mellékes, hogy hány repülőgépünk van, meg hány tankunk van, meg ezek a dolgok teljesen mellékes mutatók. Néhány megjegyzésem hagyján. Egy. A vietnámi háború egy amerikai agresszió. Kettő. Én azért hogy mondjam el, hogy a Vietcong úgy győzte le az USA-t, hogy a háború kezdetén Kennedy alatt csak katonai szakértők mentek oda, és már akkor néhány ember megjósolta, hogy a katonai szakértőket mindig csapatok követik. A csúcson kb. 540 ezer amerikai van ott, és Johnson mindent megtesz, hogy véget érjen a háború, majd Nixon alatt Kissinger megteremti a párizsi szerződéseket. Mondám, hogy vegyék meg a Kissinger könyvemet, de egy darab nincs belőle. Állati érdekes, hogy a folyamat végbe megy. Talibok, elnézést kérek, mi a Talib alapmondat? A jóisten büntetni akar egy nemzetet, megengedi, hogy bevonuljon Afganisztánba. Aki bement, mindenki vereséget szenvedett el. A szovjetek, az amerikaiak, korábban a britek, stb. Afganisztán. Néhány megjegyzés. Mi a történelmi bűne a nyugatnak? Úgy jött ki, hogy az afgán nemzetet magára hagyta. Tessék megnézni, csak az elmúlt 24 órában Pakisztán visszazavart Afganisztánba afgán menekülteket. Ezeket otthon ki fogják végezni. Most volt a nőnap, talán látták a filmeket. Aki kimegy az utcára Afganisztánba, egy nő, félholtra verik. Mit mondanak? Befejezheti a 8 általános, nem tanulhat tovább, mert ő nő. Mit mondott Merkel, hogy a világon mindenig győzni fog a demokrácia? Baromság. Nagyon szeretem Merkel. Most kaptam a telefont egy fél órával a program előtt, hogy lehet, hogy kimertek a Merkelhez. Boldogan. Rengeteg jót és rengeteg hülyeséget mondott, csinált, hajtott végre. Tehát szörnyű nehéz Európa. Ha nem bízom a harckocsiaimba, a csapataimba, akkor mi a jó Istenbe bízom? Oroszország. Nem hülye. A Putyin nem hülye. Szemben egy-két egyéb nyugati vezetővel. Ő nem fogná NATO országot megtámadni, mert nem kockáztat. De elfoglalhatja Moldovát, Ukrajna egy részét. Nagyon érdekes. Én most elmondom, hogy mi lesz, hogy nem szerint a háború után. És egyetértek a pápával, hogy fegyverszünet és béke kell. Szörnyű nehéz. Európa raktárait kiürítette, mindent odaadtunk Ukrajnának. Én voltam az első Magyarországon, aki azt mondta, hogy amit odaadunk, pénzt, annak kb. 30%-át lopják el, fegyverből is, elviszik a fekete piacokra. Óriási kritikát kaptam, majd az amerikai képviselőházban elmondták ugyanezt, attól kezdve nem kapok kritikát. Ez a háború így működik. Macron. Minél messzebb vagyok Oroszországtól, annál bátrabb vagyok. De még a britek is elhatárolódtak a franciáktól. Pont. Látjuk azt, hogy ahogy Robert is beszélt róla, hogy ugye azért a félelem irányíthatja a különböző birodalmakat, nemzeteket vagy hatalmakat. De mennyire személyi függő ez a kérdés? Mennyire múlik azon, hogy ki az Egyesült Államok elnöke, ki Oroszország elnöke, ki vezeti Európát, ki az Európai Bizottságnak a főtitkára, és ha esetleg lesznek személyi változások az Egyesült Államoknak, például Trump lesz az elnöke, ha Európában lesz valami fajta jobboldali fordulat, bár a tanár úr mindig elmondja, hogy mérsékelt jobboldali fordulatra számít, akkor megváltozhat-e a világnak a jövője és a világnak a helyzetképe, vagy ezek a feszültségek ettől függetlenül is benne vannak a nemzetekben és a geopolitikában? Klasszikus kérdése a történelemnek, nem csak a politológiának, a történelemnek is, hogy mi az, ami a világot csóválja, azok a nagy emberek, vagy pedig ezek az arctalan folyamatok, azok a farok, amik csóválják ezt a világkutyát, mondjuk úgy. És én azt hiszem, hogy mind a kettőt láttuk, hogy milyen teljesen más világ volt Trump elnök alatt. Én azt hiszem, hogy sok mindent lehet mondani, sok kritikával lehet illetni Trump elnöknek a stílusát, meg a menedzseri módszereit, mondjuk úgy, de egyetlen egy dologgal nem lehet vitatkozni. De az a káosz, amelyik most a világon eluralkodott a világon, amióta a Biden adminisztráció felváltotta a Trump adminisztrációt, az egy tény.
Az is egy tény, hogy egy Trump elnöknek sikerült a Közel-Keleten 5 békeszerződést összehozni a Izrael és az arab államok között, ami eddig senkinek nem sikerült. Tehát amit a témának a szakemberei, a hivatásos diplomaták, a hivatásos békecsiszárok, az egyetemek keletkutatói nem voltak képesek az okosságukból kidörzsölni, mondjuk úgy kimasszírozni, jött néhány amatőr, néhány ingatlanos Trump alatt, és sikerült összehozzá ezt a dolgot. Tehát ezek olyan dolgok, amikkel nem lehet vitatkozni. És ezt váltotta föl a Biden adminisztrációnak a globális káosza, egy káosz, ami elkezdődött az afgán kivonulással, és én nem hiszem, hogy bármilyen más szóval lehet illetni az afgán kivonulást, mint egy káoszt. Látjuk az ukrán háborúnak a káoszát, és látjuk azt, hogy hogyan voltak képesek végfokozni a káoszt. Mi látjuk, amikor Boris Johnson elmegy és meggyőzi az ukránokat arról, hogy ezt a háborút folytassák, ahelyett, hogy aláírjanak egy tűzszünetet, akkor ezt a káoszt fokozta az Egyesült Államok, és nem csökkentette a káoszt. A Közel-Keleten is, és azt hiszem, hogy ebben a válságkezelésében voltak nagyon jó dolgok, amit az Egyesült Államok tett, és kénytelen volt beleavatkozni ebbe a háborúba. Ugyanakkor látjuk, hogy egy sor cselekedetet tesznek, amit csak növeli a káoszt, és nem csökkenti ezt a káoszt. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a dolgok valószínűleg, ezek a válságok beértek volna Trump elnök második adminisztráció alatt is, hogyha ő nyeri meg ezeket a választásokat, hogyha valaki ott nem könyököl rá a szavazógépre túlságosan, és most Trump ül ebben a székben, valószínűleg ezek a válságok valamilyen szinten bekövetkeztek volna, de teljesen más intenzitással és teljesen másképp lettek volna kezelve. Tehát én azt hiszem, hogy az amerikai elnököknek, vagy általában a politikusoknak, a világvezető politikusainak igenis van egy igen komoly befolyása ezekre a dolgokra, és ezért nem közömbös az, hogy kiket ültetünk ezekbe a székekbe. És az utolsó gondolat itt, hogy nem véletlenül a történelem folyamán ezeken a régi festményeken, amik a nagy királyokat ábrázolják, általában nem törékeny green embereket látunk, vagy ilyen vihogó némbereket, mint az amerikai alelnök asszony, teljesen komoly talán figurák. Tehát semmilyen történelmi korban egyetlen nép sem álmodott volna ilyen vezetőkről, mert a vezetőnek a személye legalább olyan elrettentő erővel bír, mint az atomrakéták, mint a hadosztályok, mint a katonai erő, mint a hadiflotta. Nagyon fontos a katonai vezetőnek a személye. És azt hiszem, volt valami Donald Trumpnak a személyében, ebben a kiszámíthatatlanságában, ami elrettentette ezeket a globális ragadozókat. Ez az, ami most hiányzik. Néhány megjegyzés. Az első világháború végén megkötik a vesztes németekkel a Versailles békét. Mit mond a francia marsorvós? Ez nem béke, ez 20 évre szóló fegyverszünet. Bocs. Mit veszít Németország a terület és lakosság 1/8 és 1/12? Mit veszít Magyarország? 2/3 és 50%? Teljesen más a helyzet. Személye. Hát a marxizmus-leninizmusnak az volt az alapja, hogy a néptömegek határozzák meg a politikát, és nem a személyek. Hát ha a szovjet történelmet veszem, mennyire más volt Lenin, Stalin, és a utána jövő vezetés Hruscsovtól kezdve. Egy amerikai elnöknek óriási befolyása van. Én, mint hülye egyetemi tanár azt mondom, hogy 80 óta kiemelkedő amerikai elnök nem volt, 44 éve. A Ronald Reagan elképesztően buta volt, de sikeres. Az idősebb Bush jó volt, de egy ciklus után megbukott. Nem akarom végigvinni az amerikai elnököket. Hihetetlen érdekes a helyzet most Trump. Bejön a mai helyzet alapján, igen, mi a probléma? Ha Bident félreállítják, elvileg az alelnökkel, hogy jöjjön a Kamala Harris, aki mindenre alkalmatlan. Én még olvastam róla mindent, egy könyve jelent meg magyarul, én írtam az értékelést és a magyarázatot. Tényleg alkalmatlan, ezért van Bidennek esélye, hogy marad, vagy valakit kívülről be kell hozni, ami egy nagyon fura dolog lenne azért az amerikai történelemben. Köszönjük. Köszönjük, mondja, nem adom. Köszönjük szépen. Végezetül egy utolsó kérdést tennék fel akkor mindkettőjüknek. Ez pedig az, hogy ahogy utaltak rá, ugye az afganisztáni kivonulást követően, amit az amerikaiak elég csúfosan hajtottak végre, sokan azt mondják, hogy Putyin ezt követően döntött úgy, hogy ha valamikor, akkor most van történelmi lehetőség megtámadni Ukrajnát. Ezzel párhuzamosan, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, akkor még a nyugat döntött úgy, hogy ha valamikor, akkor most van történelmi lehetőség meggyengíteni Oroszországot. Na most egyszerre mind a kettő állítás nem stimmelhetett, hogy mondjuk mind a kettő meggyengülhet egyszerre, de
valószínűleg egy háborúban egyszerre csak egyik fél győzhet. Mi ennek a gordioszi csomónak a megoldása? Én erre szoktam azt mondani, hogy ez a háború azért fog eltartani akár még évekig, mert sem a Nyugat, sem Oroszország nem szeretné kimondani, hogy ebben nyertünk, ebben vesztettünk, ezt nem kellett volna, és ezért akár húzzák, látjuk, hogy most is mondta, Rétes Tiszta, úgy nyújtják ezt a történetet. Szóval a kérdésem az, hogy kinek van igaz, aki értékelte reálisan a helyzetet? Egyáltalán reálisan értékelte bárki a helyzetet? Azt hiszem, hogy a Csanak beszéltem erről, hogy ezt a háborút gyakorlatilag mind a két szuperhatalom, tehát ugye az Egyesült Államok, mint Oroszország rosszul értelmezte, és ezt úgy hívom, hogy az afgán betegség. Lehet, hogy már hallottak engem, hogy ezzel a metaforával élek. Miről szól az afgán betegség? Mind a két hatalom egy afgán, az afganisztáni, a másik félnek az afganisztáni kalandjai vette példának, és akkor ebből kiindulva gondolta meglépni ezt a lépést. Mi volt az orosz elmélet? Hogyan nyilvánult meg, hogy mi voltak a szimptomái az oroszoknál ennek az afgán betegségnek? Az oroszok azt mondták, hogy hát amit megcsináltunk Kabulban 1980-ban, ha jól emlékszek, akkor 10 éves lehettem, bemegyünk, lefejezzük az afgán kormányt, az akkori marxista helye ültetünk egy másik marxistát, és akkor majd átveszük az országnak az irányítását, és kész, téma lezárva. Tehát egy ilyen kabuli forgatókönyvet próbáltak ráerőszakolni az ukrán valóságnak, és ez nem működött. Tehát azok a dolgok, amik működtek Kabulban, nem lehetett őket sikeresen átítetni az ukrán valóságra. De különböző okai vannak ebben, most nem mennék bele. Itt az Egyesült Államok, és az Egyesült Államok pont ebben az afgán betegségbe esett bele, és mit mondtak maguknak az amerikai elemzők, és van egy ilyen tanulmány, meg lehet találni a Rand Corporationnek, valamikor dolgoztam nekik, mint elemző. Volt egy ilyen tanulmánya, hogy nagyjából a tanulmánya azt javasolja, hogy te tudjátok, mi csináljuk azt, amit a szovjetekkel csináltunk Afganisztánban. Tehát mi történt? A Szovjetunió bement Afganisztánba, mi segítséget küldtünk a mudzsahedéneknek, a Szovjetunió annyira meggyengült az afgán háború alatt, hogy összeomlott a szovjet rendszer. Hogy csináljuk ugyanezt a dolgot Ukrajnában. Az oroszok be fognak menni Ukrajnába, vagy szívjuk, hogy csaljuk őket be Ukrajnába, támogassuk Ukrajnát Oroszország ellen, Oroszország meg fog gyengülni, szét fog esni, úgy, hogy a Szovjetunió szétesett, és akkor nekünk fog állni a bár. Tehát azt látjuk, hogy mind a két hatalom ezt az afgán példát vette alapul, és ez alapján cselekedett, és egyiknek se jött be. Mert egyszerűen Kijev nem Kabul, és Kabul nem Kijev. És gyakorlatilag ott, ahol az orosz stratégia elvérzett, ott vérzett el az amerikai stratégia is. Miért vérzett el az orosz stratégia? Több okból, azért, mert Ukrajna egy sokkal erősebb állam, mint az a lafa törzsi tákolmány, ami Afganisztán volt, és amit az amerikaiak nem tartottak szem előtt, hogy a Szovjetunió el tudta engedni Afganisztán, de nem tudja elengedni Ukrajnát. De teljesen más az orosz történelemben, az orosz geopolitikában Ukrajnának a szerepe, mint Afganisztánnak. Tehát Oroszország lehet egy világbirodalom Afganisztán nélkül, viszont Oroszország nem lehet birodalom Ukrajna nélkül. Vagy anélkül, hogy ő befolyásolna azt, ami ezen az ingatlanon történik, ott a NATO-nak a keleti határa és Oroszország nyugati határa között, és ennek az ingatlannak a jelentős részét Ukrajna foglalja el. Hát, hogyha egy szóban foglalnám össze, van egy afgán betegség, megkapták az oroszok, megkapták az amerikaiak, és amit látunk, annak a következményeit látjuk most. 79 decemberében mennek be az oroszok Kabulba. Állati érdekes. Oda ültetik a saját vezetésüket, és erről soha nem beszélünk. 2-3 hétig béke van. Az afgán lakosság azt hitte, hogy valóban beköszöntött a jólét, aztán kiderült, hogy ebből semmi nem jött le. Nagyon érdekes. Amit elhangzott, Amerika támogatja a mudzsahedineket. Igen. Csak hogy a mudzsahedinek élén egy Osama Bin Laden nevű ember jelenik meg, aki az Afganisztánból a szovjet erők kiverése után elkezdte harcot az USA ellen. Állati érdekes. Megint ott tartok, hogy kinek mi volt a stratégiai célja. Volt egy olyan arab közmondás, hogy Marokkó és Afganisztán közt minden mindennel összefügg. Ezt is elemezni lehetne. Az arab világ vezetője csak és kizárólag Egyiptom lehet, mert nincs még egy ország, amelyiknek nagy területre nagy lakossága van, és az arab világ középpontjában van. Hihetetlen érdekes. Hogy szenvednek vereséget a szovjetek? Úgy, hogy ténylegesen az USA kőkeményen beavatkozik.
úgy szenvednek vereséget az amerikaiak, hogy nem vállalják fel az amerikai veszteséget. Tessék mondani, hány amerikai halott van, darabra megvan. Hány afgán halott van, senkit nem érdekel. Szörnyű. Ezt a játékot úgy hívják, hogy politika, Ukrajna, bocs. Jelenleg kb. 30 háború folyik a világban. Állandóan beszélünk kettőről. Orosz-ukrán, Gáza, jó esetben még elmondjuk Tajvan, ahol jelenleg hál' Isten nincs háború. Az összes többit miért nem mondom el? Tegnap jelentette be Macron, hogy az összes Szahel ország azt kéri, hogy vonják ki a francia csapatokat, ő nem hajlandó kivonni. Nem engedi át a terepet az amerikaiaknak, oroszoknak és kínaiaknak. Ezt a játékot is úgy hívjuk, hogy világpolitika, Ukrajna. Mi lesz a háború végén? El tudom mondani. Mit mond most a volt orosz államfő, kormányfő Medvegyev, hogy a lengyelek vegyék vissza a területeiket, románok, a magyarok. Ukrajnát osztja föl, holott ehhez túl sok köze pillanatnyilag nincsen. De mindenki a saját játékát játsza, rendkívül elvtelenül. A pápa azt mondta, hogy csináljunk fegyverszünetet. Tessék mondani, mennyi ma Ukrajna lakossága, senki nem tudja. Tessék megnézni, hogy naponta hányan menekülnek el. Aki tudott, hagyja, mert nem akar a fronton megdöbleni. Az ukránok naponta közé teszik az orosz halottokat. Ma közé tették pedig 420-valahány ezer orosz halott megsebesült meg. Nincs annyi ember a fronton. Zelenszky mit mondott, hogy 31 ezer ukrán van, aki azt mondja, hogy több, az hazudik. Majd hozzátette, hogy eddig, és ez nekem rendkívül tetszett, több tízezer polgári személy halt meg. Hol jön ki a 31 ezer? Tehát egy olyan háborúban vagyok, ami egy PR háború. Lehetetlen megmondani, ki milyen baromságot fog legközelebb mondani. Nogrédi György Robert Szikeszter, köszönjük szépen a beszélgetést, és a kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, akik pedig szeretnék látni a mostani felvételünknek a vágatlan verzióját, azoknak köszönjük, hogyha támogatnak minket, ha akár csak egy forinttal támogatják az Ultrahang működését, akkor elküldjük többek között ezen közönség találkozó vágatlan felvételét, és reklámmentesen hallgathatják az Ultrahang podcastjait. Mindenkinek szép napot kívánok, viszont hallásra, viszont látásra, innen egy köbölk útról.